Mindenki sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal a magassági szintekkel fogunk foglalkozni. Megismerkedünk a szintparancs használatával. Kezdjünk is hozzá! A rajzolás és feliratozás témánál a nézet fülre klikkelve hozzunk létre egy új nézetabla konfigurációt, válasszuk ki a kettő függőleges ö, elrendezést. Ilyenkor két nézetablak lesz egymás mellé rendezve, ez azért praktikus, mert az egyikben nézetbe dolgozunk, akkor a másikban látjuk, hogy milyen hatással van a színparancs a harmadik dimenzióra. Zárásként pedig mielőtt elkészülne a munkakörnyezetünk, válasszuk ki a 3D modellezés témát, hiszen ilyenkor azokat a grafikai elemeket, gombokat fogja az előtérbe hozni az autóked, amelyek a 3D modellezéshez kapcsolódnak szorosan. Rendben van. Első lépésként hozzunk létre egy körrajzenemet, itt baloldalon, amelyet ugye felülnézetként fogunk alkalmazni. Adjuk ki a kör utasítást, bárhol válasszuk ki a kör középpontját, a sugara pedig legyen 25 rajzi egység. Ez ugye egy apró körnek tűnik, de nagyítsunk rá. Azért jó tudni, a rajzenem pontos méretét, hogy később tudjunk mihez viszonyítani, amikor valamit át fogunk érni, például megadjuk a magassági szintet, vagy valamilyen rajzenemnek a vastagságát. Jobb oldalt is hozzuk be középre a rajzenemet, de itt a nézet kocka segítségével a délnyugati izometrikus nézetet válasszuk ki. Láthatjuk, hogy a kör a nullás szinten helyezkedik el, hiszen amikor 2D-be dolgozunk, akkor a nullás szinten vagyunk, az XY sík által meghatározott nullás szinten. Mi most meg akarjuk mondani az autókednek, hogy ha létrehozunk egy új rajzelemet, akkor ne a nullás szintet tegye, hanem egy tetszőleges értékkel megadott szinten hozza azt létre. Ezt a célt szolgálja a szint utasítás. Gépeljük be a szint parancsot a parancsolba, üssünk egy entelt. Megkérdezi, hogy mi legyen az új szint érték. A kacsacsörök között nullás érték van, írjuk át most ezt 15-re. Tehát az XY síktól fölfele az Z tengely mentén fogja értelmezni ezt az értéket az autóket még megadhatjuk az új rajzelemnek a vastagságát, ami most legyen 10 rajzi egység. Enter. Ezek után létre tudunk hozni egy új kör rajzeremet. adjuk ki a kör parancs, space vagy enter, megadjuk a középpontját valahol, valamint most a gumivonal technikával már be tudjuk húzni a sugárnak az értékét is. Ilyenkor elkészült ugye az új körünk, már jobb oldalt is láthatjuk ennek a hatását. A vastagság nagyon szemléletes, de még a magassági szint nem látszik jól. Ezért válasszuk ki a legördülő menüből a balról való nézetet, és itt már tényleg nagyon szemléletes, hogy az új kör az magasságilag feljebb van, mint az eredeti első kör rajzenemünk. Hogy még szemléletesebbek tudjuk vizualizálni a különféle tulajdonságokkal rendelkező rajzenemeinket, adjunk ennek az új körnek valamilyen színértéket is, mondjuk én most ezt sárgával fogom vizualizálni. Oké, menjünk tovább. Hozzunk létre egy téglalapot, a téglalap utasítással, helyezzük el azt valahol itt a modelltérbe. Elkészült, itt meg is jelent, hogyha nem látszik teljesen jól, ugye ugyanazon a magassági szinten van, mint az előző körünk hiszen már megadtuk ezt az értéket a szintpalancsa. Ugye a téglalapnak most vastagsága nincsen, de a vastagságot itt baloldalt, ugye a tulajdonság ablaknál át tudom írni. Mondjuk ez legyen 10. Enter. Ugyanolyan magas, mint a körünk. Akkor így vegyük ezt egy kicsit lejjebb, ha jobban el tudjuk különíteni. 5 a vastagsága, a szintje pedig 15. De lejjebb is tudom tenni, ha ezt a tulajdonságot átírom, mondjuk 10-e. És most már tényleg nagyon szépen lehet látni, hogy mit is jelent ez a, ez a tulajdonság, hogy szint. Van egy körünk a nulláson, egy sárga körünk a 15-ös magassági szinten, valamint egy téglalapunk a ha jól látom, a tízes magassági szinten. Megnézhetjük ezt 3D-be is, felülnézetbe, pedig ugye ugyanazt kapjuk. Menjünk szépen vissza, ugye most már a téglalapunknak is ugye van vastagsága, menjünk szépen most vissza a balról való nézetre, és nézzük meg, hogy a különféle rajzelemeknek ezt a szint tulajdonságát hogyan tudjuk elérni a tulajdonság ablakban. Ugye a téglalapról nem beszélnék, hiszen ezen már tényleg begyakoroltuk ezt a tulajdonságot, de mi a helyzet például a körökkel? Ha kijelölöm ezt a kört, és nézem a geometriát, itt nem jelenik meg sehol sem a szint tulajdonság. Ez azért van, mert ugye a kört le tudjuk írni a középpontjának a magasságával. Tehát a középpont z értéke, mivel nullás, ez a kör a nullás szinten van. De ha én ezt átírom mondjuk ötöse, akkor azonnal látszik, hogy följebb toltam. Vagy ha a sárga kört kijelölöm, ugye aminek a középpontja z az 15, akkor ugye, ha ezt átírom mondjuk 20-a, akkor megint följebb voltam. Tehát ugye az jó tudni, hogy nem minden rajzelemnek találunk majd szint tulajdonságot, sokszor egy-egy pontnak a magassági értékét kell majd átírnunk. De az is fontos, hogy például, tehát hogyha ezt a sárga költ jelölöm ki a jobb oldali nézetben, akkor láthatjuk, hogy nem a középpont z értékét kell átírnunk, hanem az y értékét. Hiszen a koordináta rendszer jelzi, ugye, hogy ha fölfele szeretném mozgatni, az az y tengely lenne. Tehát, hogyha ezt átírom mondjuk 35-re, akkor ugyanúgy a Z-tengely mentén mozgatom el, ha ebben a nézetbe vagyok, ami ugye mellőleges az XY-val. Tehát ezekkel azért oda kell figyelni, hogy éppen milyen a vonatkoztatási rendszerünk, hogy melyik tulajdonságot kell átírnunk. A magassági szinteket ö, be tudjuk mutatni a szintvonala segítségével is, azaz spline görbékkel hozzunk létre, szintvonalakat, amelyek különféle magassági szinteken helyezkednek el, hiszen ha ezeket ügyesen szerkesszük meg, akkor akár 3D testeket is építhetünk belőlük. Nézzük meg ezt, és akkor a részletekről majd egy kicsit később fogok beszélni. Először is adjunk ki egy spline görbe utasítást. Most ez még csak egy teszt, tehát nem ez lesz a végleges. Lelaktuk, és ha megnézzük, Látható, hogy ugye nem a nullás síkó hozta léte. Mi pedig az első szintvonalunkat a nullás síkon szeretnénk létrehozni. Most jönne az az ötlet, hogy akkor szépen ezt a szint tulajdonságot megadjuk, de ugye ez spline görbének ez nincsen értelmezve, hiszen minden egyes pontjának van magassági z értéke. Hiszen ez egy térbeli göldbe is lehet. Tehát nem lehet olyan könnyedén elmozgatni az egészet fölfele vagy lefele egy adott szintre. Hiszen láthatjuk a tulajdonság ablakján, hogy az adatpontok száma 9, és szépen, ha léptetjük, mutatja is a modelltérben, hogy melyik pontról van éppen szó, és mindegyiknek át lehetne írni az illesztési pont Z értékét. Tehát ugye ez a spline gölbe most a Z síkon helyezkedik el, de ha azt szeretném, hogy a nulláson legyen, akkor egyesével át kellene írni, ezeket a Z értékeket. Ehelyett megint ki fogjuk adni a szint utasítást begépelem a parancsolba, hogy szint, az aktuális érték 15, de ez most legyen nullás, a vastagság is legyen nullás. Oké, okay. kiadom a spline parancsot, és megpróbálok viszonylag ízléses szint vonalakat összes kiccelni, hogy be tudjam mutatni azt a jó példát, amelyel tényleg ezt a szint dolgot a mindenki a fejében el tudja majd helyezni. Tehát szintvonalakat hozunk létre. Ez a nullás ö, szinten helyezkedik el, ide is fogok jönni. Bepörgetem valamilyen nézetre, nézetbe vagyunk, innen pedig ugye a délnyugati izometrikus. Oké, okay. ez volt a nullás. Akkor most a szintértékkel. Megadok egy újat, mondjuk ez legyen 50, vastagság 0, kiadom a spline parancsot, és akkor rajzoljuk az új szintvonalat, ahol ugye a szintvonalak egymáshoz közelebb mennek, ott meredekebb lesz az oldal, ahol távolabb, ott pedig ugye lankásabb. Oké, okay. hopp, ezt elrontottam. Próbálom korrigálni, reméljük, hogy nem lesz baj. Kiadjuk újra a szint utasítást. A következő az 100 egység magasan lesz. Nullával kiadjuk a spline parancsot. Oké, elkészültünk. Itt pedig látszik térben a szintvonalak jó magasak lettek, hát reméljük, hogy szem működni is fog az, amit én most itt kigondoltam, ha nem, akkor újra nekifutok. Most pedig a szintvonalakból egy térbeli testet fogunk építeni, ugye a szilárd modellezésről még nem volt szó, később részletesen fogjuk venni, de itt a szilárd a söprés alatt a pásztázást válasszuk ki. És miután megvan, szépen klikkelgessük végig a szintvonalakat, és ha minden oké, akkor üssünk egy enter miután az összes szintvonalat megadtuk, és a csak keresztmetszetek opciót válasszuk ki, és elvileg szépen építettünk egy sziláltestet. Ez most még nem látszik, de ha koncepcionálisat választok témaként, akkor egyből gyönyörű szépen látszik az a felületmodell, amelyet a szintvonalakból fölépítettünk. Azt hiszem, hogy eléggé látványos lett ez a modell, de még adhatunk neki valami pofásabb szint is, és akkor még ízdésesebb lesz a látvány, amit ugye pár klikkeléssel el tudtunk élni. Tehát a szintekkel azt hiszem, hogy mindent, amit el tudunk képzelni, megbeszéltünk. A későbbiekben még fogjuk ezeket a dolgokat tisztázni. Remélem, hogy segített ez a videó, és hát legközelebb folytatjuk a 3D modellezést. Sziasztok!